Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Még Idén kampány legújabb videójában. Tudjátok, az a célunk, hogy még ebben az évben átérünk egy tudatosabb és egészségesebb életre. Ehhez mutatunk fantasztikus tippeket és recepteket is, például ma is egyet. Az egyik kedvenc zöldségemet, a cukkinit fogom most felhasználni, ilyen kis snackeket fogok belőle készíteni, ami tökéletes választás lehet ebédre és vacsorára is, mert egyrészt, hogy gyorsan elkészül, nagyon finom az íze és abszolút bűntudat nélkül fogyasztható, hiszen a diétás étrendbe tökéletesen be lehet építeni a cukkinit, ami tel is tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, tehát egy nagyon-nagyon egészséges zöldségről van szó, mint egyébként az összes többi zöldség is, ez is nagyon-nagyon egészséges. No, hogy mi fog készülni? Először is alaposan megmosom a cukkiniket, majd pedig félbevágom, és utána még egyszer félbevágom. És ezeket a kis cukkini rudakat, vagy ezeket a kis lapocskákat fogom először besózni, és hagyom egy picikét a sóban állni, hogy lebetengedjen. És hogyha ez megvan, akkor utána jöhet egy kis finom köntös, amiben majd bújtatom őket. Semmi más nem fogok csinálni, mint fokhagymasót fogok használni, egy kis bazsalikomot, szállított bazsalikomot, van itt nekem parmezán sajtom és mozzarella sajtom is, és az egészet csak rá fogom szórni, jól megsajtozom és mehet be a sütőbe, ahol gyönyörű aranybarnára sütöm az egészet. Ez el is készült, gyönyörűen néz ki, fantasztikus illata van, és ilyen finom. Úgyhogy már is nekiessünk Gáborral, kérd belőle majd? Persze, hogy kérdöttem én. Próbáljátok ki, ti is. Sziasztok!